Inkább zenét váltok, mert most már se passzol egészen. Olyan kell, amit énekelni is tudok, hogy az még biztosabb legyen a videó. Már akinek. Ó, Alexander the Great, na azt el lehet felejteni. Azt én el nem éneklem. Mondjuk, ó, The Duelist, az se. Jó, hát bocsánat, én ilyen váltogató, ilyen nagyon válogatós vagyok, gyakran váltom a számokat. Most a Weekend Warrior. Azután jön meg a Wentworth Collide, azt tudnám énekelni. Csak aztán nem Dickinson adta elő. Jó, van, kurva mindegy. Úgyhogy... Na, megint káromkodok, tényleg elnézést kérek érte. A Weekend Warrior foci huligánokról szól, úgyhogy... Most tényleg mit csináljunk, mert egy csomó idő még. Jó, hát elküldöm Rönét festeni. Tovább, Steve-et pedig sakkolni. Közben megszólhat a Weekend Warrior. Egyébként nem tudom, mondtam, mert talán videóra én megmutattam, hogy nekem 104 Iron Maiden számom van. Azt hiszem a 15-ből egy 13 albumról. X-Factorról, meg a Matter of Life and Deathről nincsenek szám sem meg. Többiről mindegyikről van. És nem összekeverünk az X-Factor azzal a szarral, amit az RTL klubon adnak. Volt az Iron Maidennek egy X-Factor nevű album, egy 95-ben. De én nem felhasztom titeket ilyenekkel, majd ha valakit érdekel, hogy ilyenről beszélek, majd akkor esetleg folytatom. Addig nem. Tényleg csak átadulok és várok. Lassan szinte vége is van a műsoridőnek. Idézőjeles műsoridőnek. Egy óránál járok lassan. Még 10 percem van, ahogyan nézem. Someone will die. Ezt gyakran idézgettem a Lucky ellenes mozgalom kapcsán. Lucky-nak magának is beírtam. Ugye elég keményen el akarják páran törölni szegény Lucky-t. És én személyes vélemény nem formálok róla. Az biztos. Mert megijedtünk, hogy nem fogok beszélni a témáról. Ennyi. Lényeg az, hogy számmal will die. Meg azt, hogy a weekend warrior lately. A weekend warrior sometimes. A weekend warrior maybe today in that way anymore. Na jó, ezt a harmadik sort nem vágom egészen fejből. Úgyhogy... Hát csak egy ilyen kb. Jó, mondjuk azért egy fokkal jobb volt, mint a Biki Csunáj. Azt azért lássátok be. Nem tudom most mit csinálni igazából. Ennyi, most hagyom mindenki zónni a zenét, mert közben itt a hétköznapi cselekedeteket csinálják. Egy házas párként. Pénz még mindig nincsen túl sok. Kaja a hűtőben talán van. Ja, posta. Steve szerintem most akkor azt kifizeti. Ez a szőke majdnem ide jön. De jöjjön. Kompatibilis vagyok most a emberek társaságával. Átkapcsolja az élet, akkor segbe fogom kúrni, az biztos, úgyhogy... Nem, nem most hozzányúlni a rádióhoz. Már köszönt is, bazd, nem igaz, ezt el fogom adni. Soha mint a sérben nem fogja az a sámpány. Igen, biztos egy... Biztosan olyan üvegben van téve, amiből soha nem fogy ki a pia. A Katamari Rosé is ilyen üvegben van eltárolva, hozzá kell tennem. Akkor nem tudom, minek kell 144 palack igazából. Ez olyan jól hangzott. Egész jó a szó itt. Számlákat ki tudom fizetni, annak azért örülök. Pont volt annyi pénzem, 68 szimbaleonba kerül ugyanis. Vagyis itt pertütisznek, vagy micsoda, kocsintanak. És köbben egy összenyúlta. Van, ez kicsit félrejtető. Mi ez a üvegkocintás? Ezt mondja már el nekem valaki. Lehet, hogy kultúrátlan vagyok, de nem tudom, hogy ez mit jelent. Persze mindenki pont akkor megy WC-re, amikor... Nem, én zavarom őt ki, az biztos. Nem. Nem, ki se tud menni.
Volt érdemel, na. Végül kiment. Na. Most akkor ezt a csávot elküldöm a francba, és... nem táncolnak együtt. Most jön az, hogy eladom a pezsgőt. Mert a francnak sem kell. Kapok is egy kis pénzt belőle. Igen. Na, vége a szólónak. Röni elmosolgat, aztán megjavítja a zuhanyt. Ja nem, dolgozni meg szépen. Na, on Monday, what you gonna do? Fennébe ezt elrontottam. Ez éppenséggel nem a legjobban énekelhető szám, de legalábbis az én részemről. Mit akartam mondani? Ja igen, egyébként, aki azt gondolja, hogy szarul énekel, mondok üzenem, hogy láttam egy baromi ritka, hallottam pontosan egy baromi ritka felvételt a YouTube-on, amin az egyik Iron Maiden számot nem más énekelt el, mint a együttes dobosa Nico McBrain, és ő sem énekel jobban egyébként, mint én, hozzá kell tennem. De sokkal-sokkal jobban dobog. Nem is fél kétség hozzá. Jó, hát akkor a hétvégi harcosok számának ez eddig is van. És nem szól most szám. Egyelőre. Nem is baj, mert szerintem be is fejezem. Igen, nem tudom pontosan mikor kezdtem, és egy órához lassan közelítek. A videók hosszú, jó számom, úgyis egy 4 darab 13 perces videó lesz. Bocsánat, ha ez a precizitás zavar valakit, de én mindig kiszámolom előre. Nehogy túlépjünk a 15 percet, mert akkor lehet belőle 6 darab 10 perces videó, aztán meg rábaszok, vagy valami ilyesmi. Ó, oh, Monczig úr. Egy kizene hallgatás belefér a videóba? Mégis miért ne? Ez egy kicsit újabb dal tűnik. Szólhat végül is, ebben a részben még nem szólt. Bocsánat ezeket, akinek nem tetszik, hogy heavy metal zenéket nyomok be, de hát mindenki azt teszi bele a játékba, amit hallani szeretne, és én meg ezt szeretném hallani. Végül is. Mi volt ez a hang? Úristen! Ja, kijöttek a pénzfák. Hát megijedtem. Telefon is szól, jól van. Na, ennek viszont jön a refrénye, és azt el tudom énekelni. Ezt el tudom énekelni. And the gate, and the walls, of Montségur, blood on the stars of the citadel. And the gate, and the walls, of Montségur, blood on the stars of the citadel. Ezt én nem éneklem minden étszer, jó? Addig nézve nem úgyis jobban csinálni, inkább őt hallgassátok. Mint az én nyomorék hangomat. Valaki azt mondja, hogy egyébként, hogy orrhangom van. Ami szerintem nem igaz, inkább olyan hangom van, mint egy neandervölgyi ősembernek. Néha az agyi szintem is olyan, de hát... fogadják el az emberek, azt kész. Ennyi. Most igazából valami más csinálni a dolgom. Megvárnom Rönit, hogy hazaérjen. Igen. Nehogy kapjon nekem is szerencsokártyát, és lemaradjatok róla. Addig nem hallgatjuk a Monczigút. Ez az egyébként a katarokról szól, ami egy ilyen... mi is az? Nem az ország, hanem a népcsoport, egy ilyen... egy ilyen népcsoport volt, akik ugye eredeteknek számítottak, mert elutasították a hivatalos keresztény dogmákat, és emiatt ugye... ja, öle is nem akarja. Szóval ezek a katarok ilyen vallási szervezet voltak, nem népcsoport, elnézést kérek. És hát a... ugye a katolikusok, ha jól tudom, nem észrevettek őket a 13. században. Montségurban volt az utolsó erődjük, és utolsó szállig megöltük őket, nem észrevettek őket egyik egyetlen módon. Holott igazából azon kívül, hogy más vallást vallottak, semmit nem ártottak. Szóval ennyi kb. A vallással, ezért vagyok én is ateista. Hú, tényleg egyébként izép! A népszámláláson majd valljátok azt, hogy Jedik vagytok. Lehet, hogy hallottam miatt, hogy már nem lehet ez, de van egy ilyen csoport Facebookon, hogy valljátok magatok a Jedinek a népszámláláson. Mi egyébként Amerikában hivatalos vallás, és Ausztráliában is hivatalos vallás a Jedi.
Ja, tudjátok, ez így van, hogy Chuck Norris nem szerepelt a csillagok... És pont az, hogy Chuck Norris szerepelt a csillagok háborújában, ő volt maga az erő. Úgyhogy, igen. Én úgy döntöttem, hogy én a spagetti szörny vallását fogom vallani. Tehát én a spagetti szörnyben hiszek. Egyébként a vallásoknak a paródiája. Egyébként. Jó, beszéljek itt sok hülyeséget, úgyse érdekel benneteket. Tehát nincs kezdem kiépni, mi a számnak vége nem lesz. Hát végül is miért nem, most tök mindegy. Csak azt akartam... Jaj. Törpegűz felopása. Na, az érdekelni fog majd. Akkor meg is helytem gyorsan. Hát mennyire gyorsan lehetséges. Mi ez? Jó, elment a másik telekre és visszahozta a kerti törpét, amit a James Hetfield hasonlás ellopott. Igen. Király. Nem, azt szerintem beleférek nyak az időben, majd legfeljebb nem, akkor kivágom, hogy valami. Meg fogom én oldani, higgyétek el. Jaj, most meg Steve. Jaj, nem, most salátát csinál! Null vagy te, rohadjál meg! És persze el is vágtam magát az ujját kaphásból. Látod, ezért nem kéne ilyen hülyeséget csinálnod, emberem! De hát, megeszéltem. Egyet. Nem akartam még mutatni, szóval az az, hogy itt a kapcsolati fában mostantól össze vannak kapcsolódjon, mondtam. Steve Freeman és Ronnie Freeman. Lesz majd Gordonka. Vagy Morgan. Meglátjuk. Lehet, hogy mindkettő lesz. Ó, úristen, véletlenül annyi csupa retek szar, és el is van dugulva. Na jó van. Tényleg lassan már a végjátéknál járunk. Alára tartom az epizódokat, hogy mondtam sikeresen. Igen. Snapot küldtem, hogy mindig szívető a társaság szükségületi megnőjön. Igen. Off Monty Gour, Blood on the Stones of the Citadel. At the gates and the walls, Off Monty Gour, Blood on the Stones of the Citadel. At the gates and the walls, Off Monty Gour, Blood on the Stones of the Citadel. Bocsánat, eszembe jutottam ki. Hát hiába ez a végtelen szeretetem a együttes iránt. És nem szeretem, hanem rajongáson pontosabban. Persze az jót is akarok nekik, mert minden, de a szeretet egy kicsit túlzás. Az ember anyját, apját, nőjét szereti, nem a együttesét jobb esetben. Aztán mégis odaadnak. Igen. Ez egy tökéletes zárt is volt. Jaj, pont az Aces High! Hú! Ha hoddog el, hogy ezt a videót látnak, akkor most sírnak apásból, hogy most hagyom abban, mert neki az a kedvence. Hát sajnálom, Hati, sajnos lejárt a műsoridő, úgyhogy miért kilépek így a szomszédságba, hogy lássátok azért, hogy hogyan néz ki mostantól a családnak a képe. Mert ugye különböző kapcsolati változások esetén másképpen néznek ki a kis képen, a előrejelző képernyőn a családok. Ugye eddig Steve és Ronnie egymás mellett volt, de mostantól összekarolnak. Kis aranyos szamárfűtőt mutat Ronnie Steve-nek, és a kezük egymás kezét fogják. Van egy olyan, ahol így oldalról megölő az egyik a másikat, és csokot akar neki adni, na szerintem aranyosabb, na mindegy. Megteszi ez is. Én Katamari voltam, és remélem, hogy most is elégedettek voltatok velem. Habár megint sokat káromkodtam, és túl sokat énekeltem az én hülye hangomon. Na mindegy, majd folytatások következik a továbbiaknak is. Emléletileg már gyerekekkel. Sziasztok!